Ferenc pápa magyarországi tartózkodása során határozott jelét adta annak, hogy szeretné megismerni a magyarokat. Erről Marti Zoltán, az MTVA online igazgatóságának igazgatója beszélt a Transit Fesztiválon. A holnapig tartó rendezvényen közéleti, politikai és gazdasági témákról vitatkoznak a politikusok és szakértők. A hardcore politikán túl a 7. Transit Fesztiválon a spirituális tér is helyet kap, és erről beszélgetünk most Marti Zoltánnal, az MTVA online igazgatójával. Zoltán, a te arcodat és a te munkásságodat, tehát én legalábbis a tavalyi pápa látogatáson ismertem meg leginkább. Ez egy nagyon nagy dolog volt, nem csak az MTVA számára, hanem Magyarország számára is, és nem csak az, hogy itt járt Ferenc pápa, hanem maga az online térben való megjelenése is. Ez mennyire volt nehéz, hogy megmutassuk a nézőknek ezt az egész pápa látogatást? A nehéz az nem a legszebb jelző lenne, mert akkora nagy kincse az embernek, és egy akkora nagy élmény, amit szerintem az unokáinak is mesélni fog, kategóriának a legtetején van. Önmagában véve egy hívő újságírónak Ferenc pápát kísérni bárhova, szerintem egy nagyon nagy dolog, de azon kicsi kontingens közé tartozni, ez egy fél tucat magyar újságíró volt, aki Rómától egészen Rómáig, tehát haza is kísértük a pápát, nem csak Magyarországra, egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Ráadásul én azt hiszem, hogy az utazás is úgy vonul be nem csak a magyar emlékezetbe, hanem a vatikáni emlékezetbe is, mint egy nagyon jól sikerült út, ahol mind a két fél többet kapott, mint amit várt. És ez így egy év elteltével is nyugodtan mondhatom. Látva azt, hogy például Ferenc pápa 2024-ben még nem utazott el sehova sem az egészségi állapota miatt, majd most fog a világ egészen másfél tekére, például Pápa Új-Guineából elutazni majd. Ez egy óriási nagy dolog volt, és egy nagy siker volt, nekem személy szerint pedig a legnagyobb megtiszteltetés, amit a szakmai életutam során eddig elértem. Mi, akik dolgoztunk riporterként a produkcióban, és azok is, akik egy esetleg csak a képernyőn követték figyelemmel, szerintem azt vehették le, hogy ez egy nagyon jó hangulatú látogatás volt, és az online térben ez egy új szintre vihette a vallást magát. Hogy értékeled ezt? Egészen biztosan, meg Ferenc pápa megközelíthetősége is nagyon. Önmagába véve az, hogy például találkozott 10 000 fiatallal a Paplászló sportarénába, az egy óriási élmény volt neki is, ami kicsit furcsán hangozhat először, mert azért mégiscsak hozzászokhatott a pápa, hogy sok ezer ember van körülötte, de én pont vatikáni belsős munkatársakkal beszéltem, mert akkor ez egy olyan megoldás volt, hogy el voltunk hermetikusan zárolva, és egy olyan szállodában voltunk együtt, mi vatikáni újságírók, magyar újságírók és a nemzetközi médiának a szereplői, hogy teljesen el voltunk zárva a külvilágtól. Először is utoljára aludtam szerintem Budapesten szállodában. De ők is azt mondták, hogy ez a szombati találkozás a fiatalokkal Ferenc pápát nagyon feldobta. Rég látták ennyire energikusnak, vidámnak. Ha emlékeztek, nagyon sok olyan motivuma volt az egész utazásának, amikor bőven túlmutatott a diplomáciai dolgokon. Például pénteken a Szent István bazilikánál ugye meg volt neki építve a paraván, hogy hol kéne elhagynia a bazilikát, ő lement a templom előtti térre beszélgetni az emberekkel, mai napig kedves jelenet újra visszanézni, hogy a háttérben lévő pici Fiat autója nem tudja, hogy hol van a pápa, és leföl járkál, miközben ő a tömeget érintve beszélget velük. Vagy például itt is ugye egyből kiszállt ebből a kis golf autójából, amiben körbevitték, és odament a sérült fiatalokhoz, beszélgetett velük. Olyan gesztusokat tett Ferenc pápa, ami bőven túlmutat azon, hogy ő csak itt akart lenni Magyarországon, és túl akart volna esni mondjuk ezen a látogatáson, nem. Szerette volna még jobban megismerni a magyarokat, harmadik alkalommal találkozott a magyar nemzet tagjaival, ez egy óriási szám, hiszen korábban ellátogatott Csísomjóra, volt ugyebár a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson Budapesten, de ez volt az apostoli látogatás, adott talán legtöbbet ismeretett meg bennünket. Mindez hozzátéve úgy, hogy Ferenc pápa azért Dél-Amerikában sok tapasztalatot szerzett rólunk magyarokról, és hála Istennek ezek szinte kizárólag pozitívak voltak. Te, mint az online igazgató, azért egy teljesen új területen dolgozol, az MTVA-n belül, ugye mi a hagyományos lineális vonalat visszük, és a fiatalokat talán a te területet tudja leginkább akár vallás tekintetében megszólítani. Ezt hogy érzed? Mik az utak? Mik lehetnek a kapuk hozzá? Szerintem teljesen igazad van. Oda kell menni evangelizálni, ahol az emberek vannak, ez így volt 2000 évvel ezelőtt is, és most is. Nyilván annyiból különleges a helyzet, hogy az emberek most az interneten vannak fel. Ha megnézzük például, hogy 7 milliónál több Facebook felhasználó van Magyarországon, hogyha emlékezetem nem csal, ez egy óriási szám. Tehát teljesen természetes, hogy oda kell menni, és az ő nyelvükön kell szólni. Nem hiszem azt, hogy a mai fiatalokat például nem érdekelni a hit. Én egészen más tapasztalataim vannak, szerintem tele vannak kérdésekkel, csak hamis az a látszat, hogyha azt várjuk el tőlük, hogy jöjjenek be a templomba, és akkor majd megkapják a válaszokat. Teljesen szerintem jogosan ebből a szempontból megvédem az alattam lévő generációt, és azt mondja, hogy először kapják meg a válaszokat, és azok a válaszok vonzók, már pedig mi lehetne annál vonzóbb, mint hogy az emberek örök élete van, ez nem hangzik azért rosszul, utána pedig maguktól már el fognak kezdeni érdeklődni a hit iránt. Szerintem egy óriási zicser, mondhatnám azt is, hogy
ki nem használt zicser az online tér az evangelizálás szempontjából. Mindez pedig én igyekszem úgy csinálni a barátaimmal, hogy nem egy ilyen virtuális keresztes hadjáratot csinálni, hanem elmondani azt, hogy a mi életünkben hogyan van jelen. Ha az ember nem éli meg hitelesen a hitét, ha nem látják azt, hogy ez az élet, ez vonzóbb, ez jobb, mint egy hitetlen élet, akkor természetesen nem fognak ők sem ugrani erre a lehetőségre. Most tartalmi részekről beszélgetünk, azonban például én Amerikában járva bekapcsoltam a legnagyobb televíziós csatornákat, a CBS, az NBC-t, és vasárnap délelőtt azt láttad, hogy egy sportcsarnok tele volt, és ott közvetítették az Isten tiszteletet vagy a misét. A külsőségekben kell-e változtatni, hogy látod? Szerintem ami a legfontosabb, hogy magát az üzenetet nem szabad megváltoztatni. Ez izgalmas, forró kérdés, mert látni például, én katolikus vagyok, látni azt, hogy vannak olyan irányzatok, amelyekben abban hisznek, hogyha kicsi svédasszonyos módon elveszünk a tanításból, akkor majd vonzóbb lesz. Ez nem igaz. Ezt látjuk konkrétan például Németország esetében is. Ne kerüljük a forrókását, ott teljesen látszik például, ahol liberalizálódik az egyház, ott elveszíti a híveit. Ahol viszont marad a konzervatív tanítás mellett, ott növekszik. Most volt az Amerikai Egyesült Államokban például az eukarisztikus kongresszus, egészen döbbenetes, hogy mekkora sikere volt, és milyen nagy számban ért el a fiatalokat. Viszont, amire te kérdezel, az egy nagyon fontos kérdés. Igen, kell változtatni azon, hogy hogyan adjuk át az üzenetet. Teljesen logikus, hogy nem faxon próbáljuk meg az embereket elérni. Igenis lehet tanulni például kisebb egyházaktól is, hogy hogyan fogadják az embereket, hogy például a lelkész már kint áll a templom előtt, és köszönti az embereket. Vagy hogyha valaki késik, akkor nem egyből mindenki megnéző, hogy te jó ég, hogy lehet ekkor átkésni, hanem van egy igazán barátságos, szeretetre méltó hangulat. Szerintem nem baj, hogyha ezt egy picit magunkévá tudnánk tenni, de magából a tanításból elvenni, abból, amit Krisztus ránk hagyott 2000 évvel ezelőtt, szerintem nem szabad.